A folyósítást azt a Diákhitelközpont ZRT teszi meg. A Diákhitelközpont tájékoztatása szerint a felvételi ponthatárok kihirdetése óta folyamatosan nő a diákhitelt igénylők száma. Vén Rita, az egyik dunaújvárosi bankfiók ügyfélkapcsolati vezetője szerint a diákhitel azoknak nyújt elsősorban segítséget, akiket a szülei nem tudnak támogatni a tanulmányaik finanszírozásában, vagy másoddiplomát szeretnének. Mint mondja, a diákhitelt igénylők két lehetőség közül választhatnak. Első körben kettőféle diákhitel van, amit a hallgatók tudnak igénybe venni. Az egyik a diákhitel 1-es, a másik pedig a diákhitel 2-es. A diákhitel 1-es a régebbi diákhitel, ami arról szól, hogy tulajdonképpen a tanulmányaik finanszírozására fel tudják használni ezt az összeget, bármilyen célra. Tehát van rá lehetőségük, hogy akár a lakhatási támogatást fedezzék belőle, akár mondjuk a tanulmányaikat bármilyen összegben, illetve bármilyen célra elköltetik ezt az összeget. A diákhitel 2-ese pedig, amire tudják használni, az az, hogy a tandíjat finanszírozzák. Ezt közvetlenül az intézménynek folyosítja a Diákhitelközpont ZRT. Az ábra a diákhitel felvételének folyamatát mutatja. Más-más feltételei vannak a diákhitel 1-nek és a diákhitel 2-nek. A diákhitel 1-es konstrukciót bármilyen képzési forma esetén lehet igényelni, míg a diákhitel 2-t csak önköltséges képzés esetén. A felvehető hitelösszeg is különbözik, hiszen a diákhitel 2-nél csak a képzési költség összegét lehet felvenni. Az igénylés és a szerződés menete is eltér, ahogy azt az illusztráción láthatjuk. Minden hónap 5-éig kell az ügyfeleknek fizetniük a kölcsönt. A diákhitel visszafizetését egyedülálló módon nem azonnal a hitelfelvétel után kell megkezdeni. Csak a hallgatói jogviszony megszűnése után, legkésőbb azonban a 35. életév betöltését követően el kell kezdeni törleszteni. A törlesztés az minden hónap 5-éig be kell, hogy érkezzen a Diákhitelközpont számlájára, törleszteti az ügyfél bankkártyával, átutalással, amelyik szimpatikus. Ami fontos, hogy amikor a tanulmányait befejezi a hallgató, akkor utána nem kell egyből elkezdeni a törlesztést, hanem gyakorlatilag az elején a minimál bér bizonyos százalékát kell csak fizetni, és ami még rendkívül fontos, amit én javaslok személy szerint a hallgatóknak, hogy minél hamarabb kifizessék a tartozásukat, azért érdemes egy kicsit többet fizetni. Bármennyiszer elő lehet törleszteni, illetve díjmentes az előtörlesztés. A diákhitel futamideje pedig korlátlan, tehát ameddig tart a tartozás, addig fizetni kell a törlesztő részleteket. Az igénylők tábora még bővülhet, hiszen a kedden záruló pótfelvételi újabb hullámot jelenthet a diákhitel igénylésében.